Tavaly több mint 22 ezer bűncselekményt regisztráltak szabolcs szatmár bereg megyében, ezek közül 1500 a 18 éven aluliakat érintette. Az ilyen esetek 80 ánál a bűnel követő a gyermek valamely rokona vagy közeli hozzátartozója, mondta a közigazgatási és igazságügyi miniszter. Navracsics Tibor hozzátette, ilyenkor az áldozatnak a hite és bizalma is meginog, ezért van szükség a gyermekbarát meghallgató szobákra. Ha ez egy barátságtalan környezetben történik, barátságtalan maga az eljárás is, idegen emberek kérdezgetnek egy gyereket, akkor ez egyrészt ráerősíthet a traumára, Másrészt pedig lehet, hogy kevesebb információt árul el, ijegységből, gátlásosságból kevesebbet beszél. Még egy ilyen környezetben, ahol láthatjuk, hogy rejtett kamera, rejtett mikrofon van, szakértő kérdezi, játszhat közben, el is játszhatja azt, ami történik, vagy történt vele, az több információt is ad, másrészt pedig talán a trauma feldolgozásában is segít, és ezáltal a későbbi életében már egy egészségesebb lelkületű emberként nőhet fel. A miniszter hozzátette, ez azért fontos, mert a statisztikák szerint jelenleg a bűncselekmény áldozataivá vált gyermekek 30%-a lesz felnőtt korában bűnelkövető. A gyermekbarát meghallgató szobát ezért kiemelten fontosnak tartják az eljárásban résztvevők is. Már korábban is volt valami hasonló kezdeményezés, de ez az intézményesített forma, ez, ez nekünk, hogy úgy mondjam, kapóra is jött, és gyakorlatilag saját erőből a kollégák és a családoknak a segítségével, hiszen nagyon sok gyermek az kész. Játékokat adományoztak ennek a helyiségnek. Így alakítottuk ki ezt a mostani szobát. Megyénkben további gyermekbarát meghallgató szobák kialakítását tervezik, ezt szabolcs már beregvezetése vezetése is szükségesnek tartja. Felnőttek is hát védettek lesznek, hogy a szülők is nagyobb biztonságban érezhetik gyermekeiket, hogyha esetleg ilyen helyzetbe kerülhetnek, hiszen azt gondoljuk szülőként, hogy a mi gyermekünk biztos, hogy nem kerül ilyen helyzetbe, sajnos olyan a világ, hogy ebben nem lehetünk bizonyosak, tehát a szülőknek is sokat jelent, azt gondolom ez a létesítmény ez a lehetőség, és azért is messze menőleg üdvözöljük. Megyünk első gyermek meghallgató szobájának falára a közigazgatási és igazságügyi miniszter helyezte el a szoba megfelelőségét jelző minisztériumi plakátot.